Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket, mai játékunk a Model Builder, sokat nem ismerek róla, azon kívül, hogy láttam, hogy amúgy van, mert ezt az epiken kaptuk valamikor ingyen, és hát érdekesség, hogy ugyebár ennyire lehúzza a grafikát. Igen, szeretném följebb venni a grafikát. Hát mégiscsak egy 40-60 alatt vagy baffa meg. Igen. Jó, Tiana van nagyobb. Nincs a temporary dumpy alasing van. Fent ami fut, ez a magyarításkezelő a Unity-ból az X-Unity, de úgy látom nem működik ezzel a játékkal. Érdekesek, hogy itt egy 17-nek hívogatja magát. Közben a játék egy 18 már. Ennek köszönhetően a Deep Learner-es magyarítás, ami fent van a Game Monsteren, nem működik vele. Ugye már ebben a pakban minden DLC benne van, így kezdjünk is bele a karrierbe. Miért is, nem? Na. By the time you read this, these words, I will be gone. Ezt küldte a Grand Pastan. Mikor ezt olvasod, ezeket a szavakat, én már nem vagyok. You were the only one who always feared the same creative magic that I feared. Az mindig csak te voltál, aki megértett, és azonos kreatív varázslatokkal volt jelen, azaz maga a művészet érdekelte, mint az alkotás, mint a játék nevéből adódóan a modelledés. And that's why I leave my workshop, és ez az, amiért áthagytam a, hát, workshop relatív munkaból üzlet, azaz maga a barkács helység, vagy kisbolt. It has space for plenty of tools and display and models, but I didn't want to give you a grandfather's museum to take care of. This place needs to live. Ugyebár, hogy itt megtalálható egy csomó hely, illetve szerszám és modellek kiállítva, ugyebár display and models, de nem akarja, hogy ez nagyapa múzeuma legyen, mint amivel törődnöd kell. Ennek a helynek élnie kell. This place needs to live. Please make it so. Szóval csináld. This is my last request. Ez az én utolsó kérdésem, Grand Pastan. Kattints bárhova a folytatáshoz. Na, ez szépek vagyunk, és néha meglaggolgatunk. A játék vinyom van, azt erőtésen hozzáteszem, méghozzá USB-s csatlakozású merevlemezen, úgyhogy hiába SSD az a vinyó, attól meg egy 300 megára korlátoz. Minónak a száma 88-413-498. Nice. Itt van ilyen Brooklyn katalógus. Jó. Kicsit meguntatlak titeket, nézzük meg, milyen azon a beltáson, amit ő ajánlgatott olyan nagyon. Lóvom. Azon kívül, hogy ez így néz ki. A gépű egyből 30%-ra esett le a 90-ről. Milyen ultrán. Bár ezek szerint a játékkészítői is tisztában vannak valahogy, hogy egy 40-60 laptop 8 gigás kártya kevés a játékok 20 Full HD-ba. Mindezt úgy, hogy Unity-ba készült. Na? Igen, megértettem. Itt se rak fel mindent maxra.
pénzünket belőhetjük. Mi? Savignon nem látom dolgozni amúgy. GPU 100%-on, CPU 13, FPS-em 54. Azon kívül, hogy mondjuk a modelleknek bármi értelme lesz. Jó, hát elsődlegesen ugyebár maga a mélységgel esik ki. Lerakhatjuk egy kicsit lejjebb. Ebből látszik, hogy baromira optimalizálatlan a játék, mert ilyen loading dolgokat nagyon rég láttam már egy játéknál. Hát a textura quality az számít, a többi nem. Ilyen téren. Jó, hábaut is lejjebb veszünk. Ezt is. Ezt is egyel. Jó. És így 40% körül van a GPU használva. Semminél jobb. Csúnya nem lesz. Szóval itt az, amit elsőre néztem, hogy itt jön be a fény, ez itt nagyon nem változott, ez a csík itt. Na. Workbench. The main workspace where you can cut elements out of sprues, assembly and paint. Press LM to use it. Szóval ez a munkaasztal, workbench. Pillanat csak iszok. The main workspace, a fő munkaterület, ahol tudsz darabokat, azaz hát elemencekre, részeket, out of sprues, hát gondolom kivágni, vagy szétszedni, vagy ilyesmi, assembly összerakni és festeni, bal gomba használni. Feladatunk, go to the highlighted area, interact with the workbench. Menj a jelölt területre, azaz erre, és interaktálja a munkaasztallal. Fönt lapozott is, kis elegánsan. Oké, tutorial projekt, az első modell. Select the project from the project list, click the box on the workbench, or click the button to start the project. Az ezt jelöljük ki. Látjuk is, hogy egy Hirakawa repcsi lesz az első. Superman Splitfire Basic Kit. Japán kiírások, nem is tudom, szerintem annó én is ezt a modellt raktam annó gyerekként össze, mikor hát jó 25-30 éve voltam ilyen táborban, ahol modelles szakkör volt, ott is ezt a kis ormotoros gépet kellett összerakni. Igaz, mi nem is tudom, talán habból csináltuk. Itt is látszik egyes szint, 1-48 arány, 14 darabból áll, ikonikus Splitfire harci gép. A királyi flottának volt a második világháborúban használva, ugye, bár itt van kis leírás, itt látsz minden információt, ami van a modellképben jelenleg benne, itt vagy hogy áll a jelenlegi projekt, akkor itt meg tudod nézni a dobozkát, a kis nitszerrel elegánsan kivágjuk. És akkor dacitott elsz át egy csomó alkatrész. Itt lent tudunk lapozni. Le tudjuk rakni. Project manual contents, lot of useful info about properties assembly, the model and some times also painting guide.
sok cuccot mutogat itt, illetve nem csak a modellről, a festésről is igény esetén. Ha egy klik LMB, azaz bal gombbal kattints, hogy megtaláld ezt az alkatrészt, és két kattintással vedd is el. Egyel ott van a Spore A-ba. A késsel el kell vagdosnunk ezeket a gyári kis részeket, amiben az öntési tartók vannak a formáknál. Hát a Craft Knife, ugyebár mondhatnám, hogy modellkés, de... ja. Kattints, hogy elvágd a csatlakozásokat. Kattints bárhova a folytatáshoz. Jó. Most akkor itt látunk egy keretet, amire itt, meg itt, meg ott rögzítve vannak a dolgok. Ugyebár ez egy tökéletes módja annak, hogy ugyebár a frissen nyomtatott formák ilyen kis klissés ablonokban jelennek meg, és akkor kivágva a nyers ABS-t kapjuk meg. És akkor van AutoCut C-vel, illetve ki tudjuk választani őt. Igen. C. Na, belevágunk. Egy. Kikapcsoljuk az AutoCut-ot. Igen. Akkor itt a kis darabokat kell elvágni. Na, az meg is van. Vágjuk el az utolsó kettő többi alkatrészt. Azt ki kell választanunk az adott alkatrészt, amit piszkelni akarunk. Akkor bal gomb nyomva tart, és így vágunk egyet. Oké. Okay. Put out the last two more parts. Again. Hát gondolom ezek itt a kerekek. Oké. Okay. Click and move the parts to the working area. Az fogjak meg egy ilyet és húzzam be ide a alkatrészre. Tutorial hove to attach the parts. Az úgy nem jó, igen, jobb gomb, fordít és odailleszt. Valahol oda húzzuk az alkatrészt, nem megy. Jobb gombbal meg oda rakjuk. Oké. Okay. Jobb gomb és a mozgatás forgatod az XYZ tengelyen. Ctrl és a VHD gombokkal. Az a VSRD plusz QE level forgatni. Shift-tel ugyanez fix szárt pozícióba. Shift jobb gombbal tudsz forogni a helyi 90 fokba. F-fel fókuszálni a fő alkatrészre. Tartal pedig lassan tudsz mozogni és forgatni, miközben használsz más dolgot. Oké. Okay. Connect to parts. Igen, akkor rossz alkatrészt vettem elő. Nekem szerintem ez a kettő kell. Igen. Igen, oda még nem megy be, mert még kell közé más. Úgy, mint ezek. Szerintem. Az nekünk minden alkatrész fog kelleni. Azért kicsit jobban is elmagyarázhatta volna a játék, hogy mit szeretnénk begyűjteni magunknak. Akkor ebből az első platy kész is van. A kész. Görgővel lehet ezek között mocorogni, hogy mit hova
erre. És azt szerintem számonként megyünk, nem? Egy. Az úgy már oda beillik. Oké. Assembly the whole model following the model manual. Az összerakására itt van ugyebár a cumó. Az ehhez ez kapcsolódjon. Onnan meg amaz. Az a fülkét két oldalról kell összerakni. Press the finish project button after assembly the whole model. Kattintsunk a finishre, ha az egész modell össze van rakva. Jelenleg 7%-on állunk, és itt a finish gomb bal fent. Jó. Ja. Itt már jelzés, hogy mit enged, vagy mit nem enged, mert minden át van húzva. Na, off to rotate objects, jobb gomb. Nyi? Yeah. Oké. Okay. Ugyanúgy mozgatást ír, de ezt el fogom felejteni, szóval... Igen. Ja, magát a gép törzsét a fülkével összeraktuk. Itt látszik is fent, hogy a zöld fullon van. Mert ezt ki tudjuk nagyítani. Most jön a szárny, amire ezt rá kell rakni alulról. Szárny alja egész konkrétan. Elforgatjuk, hogy látványos legyen, és már oda ragasztunk is. Ez megvan. Így megvan a géptörzsünk, a fülkénk, illetve a szárnyunk alsó váza. Jöhet a két csűrőlapát fölülről. Ő meg a másik. Ez a hátulja, hogy így jönnek bele. Igen, ott egy csűrőlapát ad oda, és már ragasztóikon rajta van, hogy ezt oda is ragasztjuk. Ez is megvan. Nos, én a farokelem hátulról, amihez kell köztes rész, meg egy beletoló. Hm? De az kell nekünk egy B12. És kell hozzá egy záró. Gondolom ez. Igen. Ugye a faroktest is egységet alkot. Meg hogyha tudjuk is, hogy az három részből áll. Az a géptörzs, az alsó takaró és a hátsó farokszárny. A fele megvan a modellnek amúgy. A részletekbe veszik el a dolog amúgy. És jöhet a motor. És kell még oda egy takaró. A8-as cucc. Dupla klik. Meg is fogtuk, ott van. Így ezt kell oda. Ilyenkor legfelülre kerül, ahogy látom, úgyhogy ez úgy teljesen jó. Gyerekek. Pontosan. Meg egy takaró. Meg egy kerék egy. Oda. Kerék kettő. Oda. Erre kiugrik. Kerék kettő. Oda. Nem akarja az igazat. Két kattintással innen ki lehet venni a dolgokat amúgy. Igen. Jelzés, hogy az már megvan. A7 ilyen. Az ő. Az A7-et nem akarja oda berakni. Közelebb tudjuk zoomolni az alkatrészt, és akkor így nézegetni, hogy mi van. Hát pedig az FPS számunk stabil 60, úgyhogy itt az akadozás a játékmotor animációja maximum. Nagyon örülök neki, hogy az ott van, de nekem
akkor be kéne menni. Jó, hát akkor milyen? B11, az te vagy. Úgy. És akkor jön a dalhi. Ahogy. Ja. Csak előbb nem akarta elfogadni, pedig nem kellett mindig rátenni pontosan, mert elfogadta mindig. Most ahhoz nagyon pontosan kellett illeszteni. Jó. Még takarója is van a gép szárnyhoz, hogy jobb aerodinamikája legyen, mikor bezáródik a szárnyba. Az komoly. Olyan a teteje, gondolom. Pontosan a B14-es elem, az oda. Kész. És akkor menjünk ide. Igen, hát de amúgy nem vagyunk még kész, mert festésileg még sehol nem tartunk, de az összerakással már megvagyunk. Na nézzük. Meg is lett. Nagyon szép lett, 5 csillag, mindenki örül, amazing, ahogy mondja, Facebookon is meg lehetne osztani, gondolom én. Jó, hagyd el a asztalt, menj a displayhez és tedd ki ezt a modellt. Oké, akkor megint visszanyia. Itt vannak a displayek, egyébként ugye már kiállítási pontok. Hol legyen az első Model King, a tökéletes wifi-ről a MLT link gondoskodik, az N00-es modell. Szépen néz ki egyébként a grafika. Algomba használjuk, és betöltenek, hogy mik vannak, és őt szeretnénk kirakni. Akkor lehet forgatni, meg lerakni. Így. Meg is lett. Lehetünk az asztalhoz, hát ez még ingyen volt, és elég kicsi modell. Hát nem akartok szédülni? That's it. Gáz. Vízmérték. Igen. Oda nem tudunk bemenni, de valószínűleg az a vizes helység. Több mint valószínűleg a röki. De ilyen meg a tutoriál amúgy. Látom, mindenleg az összes évben vagyunk egyszerre, hát 2021 talán. Igen, az ott neki vas, szerintem meg hétfő és nem vasárnap, de nem baj. Hogyha tudom is, hogy elit englis akar lenni, mert ugyebár ők mindig vasárnappal kezdik a hetet, majd ugyebár a hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, majd szombat a hétzárás. Igen. Miley. Igen. De akkor a tutorial még nem enged ki. Nem tudom, hogy a jövőbe ki fog engedni innen. De hát akkor jön a következő. A legtöbb and open projekt. Hát jön a Dwarfhammer miniatűr. Dwarfhammer, akkor az most vagy törp kalapács, vagy törpe kalapáccsal, mert a dwarf az törpe, a hammer az kalapács, és picike azt mondja. Kalapácsos törpe, jó. 32 mm az átmérője, és két részből áll. Hát ez nehéz lesz összerakni, mit nem mondja. Get a high quality 3D print was designed for a tabletop games, role-playing games and collectors. It seems like the little buddy is missing his hammer. They should definitely reconnect. Ötször kell ragasztani, sőt, az inkább festék. Egy manuval. Ja. Nyissuk kifele. Úgy. Itt a leírás, ott lesz. Törp. És meg is kapja a tumót. Jó. Kattints a jelölt lőkre. Változtasd a túlszón a paramétereket a leírásból. Oké. Okay. Igen, ez itt festék, vagy mit kezdek veled? Fragmenciók. Use the color tool according the manual. Igen, ott, hogy annak a része ilyen színű.
Az ilyen színű, és a keze ilyen színű. Igen, és... Use the color tool according to the manual. Jó, nem tudom, mit akarunk vele. Csak megfordítja a kezébe. Igen, a pohárba öntök? Vagy hova öntök? Fingom nincs, hogy kell festeni, úgyhogy... biztonságban legyünk, jó? Igen. Ki a kezét kellett lefesteni. Itt belezumolunk, úgy talán látunk is valamit, mint hogy azt a picipicike dolgot kell ott festeni. Hogy már látványosan. Jó, az megvan. Jön a sumó. Azaz. Sőt, rosszat festettem le, Ácsi. Mert csak a keze. A keze legyen ilyen színű. Így. Ez ilyen barna. Ez is barna. Talja is barna. Viszont a teteje, ami az átmenő rúd, az meg más színű. Az ez. Ez így. A tetejét is le kell festeni, kész is van. Következő oldal. Tool manipulations, igen. Méretek. Erő. Minek kell nekem erő? Most össze kell törnöm, vagy mi a krumpli? Biztos. Use the airbrush apply volcanic yellow over multiple parts of the coloring area. Milyen nyűgöd van? Git. Use airbrush, ugyebár használd az ecsetet. Ja, a paintert. Ascension Spray Tool. Na, de nagyon ki van dolgozva ez a része amúgy. Igen. Mert ott, ennek a logónak az ott más színű, és elvileg a körme is adott. Az kéli festéssel kell lefestenünk ezt. Az úgy sok lesz, nem? Ne felek, hogy az oda jön. Ctrl görgő, Shift görgő, na, úgy már állítjuk a méretet. Igen. Szép óvatosan, mint ha tudnánk, mit csinálnánk. Igen. Szerintem úgy jó, nem? Itt. Igen. Szerintem csak a körmei vannak lefestve. Jön, valami változik, semmi. Nagy oda már bele lehet fújni, aha. Vissza a túlra. Ante. Nem. De.
Igen. Várj, mit az egész fejet kijelöli. De az nekem miért jó, hogy ezt itt belefújtam? Mérsény. Lift görgővel nagyítunk. Lefújtáljuk, amit elrontottunk. Igen. Van valami póz, ami nincsen lefújva. De elvégben, ja, a túloldala. A Hummernek kettő ilyenje van. Nem hiszem, hogy ez a szín kell. De. Ott valami bőrszín van kijelölve. Igen. Igen, fin double part. Találd meg az eszközt és kézbe vegye. Rózsaszín esetleg. Látom, hogy ott egy kicsit lement. De szerintem más szín. Mondjuk így. Csak hogy négyszer vissza legyen, és remélem az összetlenél copyright-os ennek a játéknak. Mert egyébként kellemes ilyen jazz-szerű muzsika szól a háttérbe. Akkor próbáljuk meg ezt az oldalt is lefújni. Egyszerre tudsz a bal gombbal dolgozni a tárgyon, jobb gombbal forgatni. Ilyen esetben veszélyes tud lenni, mert simán mellé kattintasz. Van a metodikával, hogy belehúzod a móta, ahova nem kell. Na, ha nekem mit tetszik, sosem tudtam festeni, úgyhogy ez ilyen. Fogjuk meg a kézi túlt. Igen. Itt a nagy bátor harcosunk, akinek nincs keze. Na, mindjárt adunk neki kezet. Oké. Okay. Innentől kezdve nagyon vagány lett. Meg sem mondod róla, hogy el van a festés. Szerintem. Úgyhogy egyedi. Általam készített, úgyhogy finish. Igen. Így megtanultunk festeni. Azt is tegyük ki valahova, nehogy ugyebár előbb a repcsit nem festettük le, amit nagy eséllyel egyébként matricázni szokás nem is festeni. Igen, akkor ez így marad. Törpöcskét oda felrakjuk. Kicsit így. Nagyon jó, meg sem mondod róla, hogy hibás. Jó, használd a ámítógépet. Szóval, we have a super laptop Windows-os, ez már látszik. Bothole rendszerre. És akkor van mailunk. Model Builder Completion, Sociability írt. Model Building Completion for Beginners, kezdőknek, kattints bárhova. Ez itt a, és kapcs,
csatlakozzunk hozzá. Objektív, Revárd, király. Itt a leírás. Az a cepbom. Ja, de lopad olvasom már. Dear colleagues, kedves kollega, we are starting with the next edition of our contest for beginners. Mi kezdünk egy hát új szerkesztés, vagy ilyen téren nem is azt, hanem ugyebár új kampányt, ha jobban tetszik, így egyedileg fordítva a kezdők számára. If you participated in our last workshop, you know that we have lot of crap left. Ugyebár tudjuk jól mi is, hogy van ilyen műhelyünk, rengeteg szemét marad hátra. Isn't that the perfect opportunity to have some fun? Ugyebár ez annyira nem vicces. Each participant will get one such model and take good care of it. Hogy relatív egy modellt kapunk majd. De jó kell, hogy törődjünk. After a completion, you can ever leave it on your shelf. There are no requirements, ever models there is welcome, azaz nincsen szükséges minimum, minden modellezőt szívesen látnak. Are you interested, érdekeletéged, then get in touch with us. Akkor együtt fogjuk meg, ugyebár maga a modellezéssel kapcsolatban, mint fogjuk meg, azaz a tárgyat, amit készít. Best Model Building Society. To finish assembling the completion model, use declared improve the model's quality, azaz adjunk a részletekre, és csináljuk meg az igényelt modellt. Első hely $50, második 40, harmadik 31, és ha nincsen pódium, azaz nem vagy benne az első háromba, 20 dodó, és 200 XP. Fame and glory in your sprawling model building community, ugyebár elismerést és hírnevet kapunk a modell építők csapatában, mint kommunal csoport. You got keep your submission model. Jó, menjünk oda az asztalunkhoz. Hát a számítógépet kapcsoljuk, ki ne fogyasszon itt mindent. Na hát akkor menjünk megint a Workbench-ünkhöz. És akkor választunk egy projektet a listából. Autó lesz az, meghoz egy Westland Drifter, az Iglecraft modellből, 48 részből áll, 1 a 24 méret, 4-es szintű. Király, akkor vegyük ki belőle. Dacit kép, az összes alkatrész elment oldalra. Jó, használjuk a szétszedőt, plusz rakjuk össze az egész modellt. Oké. Először is kell egy váz, amit le kéne, hogy fessünk. Föld barnára ráadásul. Több alkatrészén. Be vagy az első modellrész. Oké. Az így kompletten egyben van, szóval ezen nagyon nincs mit levenni. Viszont az egészet földbarnára le kell fújni. Jön a festés. Itt meg is jelentek a színek. Mit mondott? Be magad? Earth Brown. E-A-R-T-A Brown, itt is van. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, és választott. Még egyszer, mert amúgy nem akart gyűlni ez a cucc, bár itt a szín megy fölfele, úgyhogy lehet, hogy haladunk. 7, meg is lett. De átzumoljuk és átforgatjuk a kis részletekkel, hogy minden stimte. Oké.
Jó. Ez a része megvan, akkor vissza a kézire. Mindenféle modell darabka van. Második oldal a szítet, méghozzá az oldalsót. Ha, kétfajta szín kell nekünk most már. Dark alumínium csövekre. És grey brown lesz a fék. Vajon másnak van-e más színe? Ha, csak az ülés. Akkor átforgatjuk. Kijelöljük csak a ülést. Mindjárt itt benyomtam a safety-t, ennek köztetlen nem locsolunk össze-vissza mindent, meg megy mindenfele. Így az előny. Igen, itt meg a kipufogókat kell. Ez. És ez is. Ez is megvan, kérem szépen. Hogy azért kellett az egészet egység színre, mert látszik az ülés is, hogy két színből áll. Ott van egy ülőlap, és van egy váz, és van egy betét. Három részből áll a ülés. Én következő kép. Utómű. És hátsó kerék, és az is vagyok benne biztos, hogy hátsó kerék, mivel kardán van rajta, és diffi. És mindent erre a feketére kell festeni. Hogy ez az alkatrészjem. Igen, elvég be, mert ki van jelölt az a szín. Meg is történt, akkor minden szép fekete lett. Gyerekek is gyűrt csillognak, annyira újak. Oké, következő. Az abroncsokat külön színre kell rakni. Oké. Egyik abroncs. Másik abroncs. Minden igaz, csak az abroncs, mert a futómű, a fék, minden külön van, de azok nincsenek kijelölve, jó? Következik, a kettőt rakjuk össze. Megfogjuk ezt, kiebb zoomolunk, alá nézünk, és ezt ide illeszt. Platty. Nem sikerült. Talán így. Így már sikerült. Ha jobban rálátni az egészre, akkor engedélyezi egyébként csak összerakni, addig nem. Most jön a festésre a micsoda. Na, de baze. Keréken kívül akkor mindent ilyen színre kell dark alumíniumra fújni. Ilyenkor az egészet átfújni, hogyha ilyenkor már a sima fújogatás kell. Igen. Igen, shift-tel telibe van. Tengelyén belül mozog, jobb gomba, meg 360 fokba. De nem jó, mert mindent is át akar festeni. Ami nem jó, mert nem az egész aljának kell olyannak lennie, sőt, itt a vázat mindent átfesteni, itt valami bug van.
Várjál csak. Nem. Hülye vagyok. Ja. Azért nézzük már meg, mit akarunk dolgozni. Hát ez a cucc jön. Ezt kell arra a Dark Alumin-ra fújni. Így. Majd a kerekeket gondolom megint másra. Pontosan az ilyen barnára. Egy. Kettő. Tök csöcse lett. Most lehet összerakni. Kell a teteje kell. Úgy, el is megvan. Most jön a bodega. A bodega különböző színekből áll. Én gondolom a piros az elsődleges. Okos. Kell hozzá még alkatrész, vagy mondjuk ott direkt olyan. Ez. Sok kis falc, egybe, nagyon jó. És a plató szín. Illetve az oldalfalc is. Meg a belső, az átlátszik. Gondolom akkor itt is van ilyen falc, de nem az megvan. Akkor melyik szín nincs meg végig? Ez mondjuk. Itt van elől egy szakállad megvan, ezek egybe voltak. A hátsó is, akkor a túloldali. Túloldat is a szakállad megvan, viszont nem lemaradt a szín. Úgy. És akkor a betétek meg fehérek? Csak a géptetőt jelöli annak. Jó, a többi szín az megvan. A többi helyen. Hátulja is marad ilyen. Jó, bemondod. Oké, hát azt jelzi, hogy fullon vagyunk, úgyhogy tovább. Jön a hátulja. Kellett nyafognom miatt, látjátok? Lámpák. A lámpa keret. És a logó, gondolom. Meg a jobb első, hoppá hoppá, meg a lökhárító. Ez is. Ez is. És ez a hibás idom itt, ami előbb nem volt olyan színű, is ez. Na, akkor azt feleslegesen fújtuk le az előbb. Csak már kezdtem azt hinni, hogy mivel mondja, hogy legyél igényes a munkádra, azért valószínűleg, hogy van benne valami, amit mondjuk jobban oda kell figyelni, hogy ilyen autófestéssel nem csinál meg. De nem, megvan. Következő. Jön a front. A minél. A rács. Eleje. Két kis nyűf. Tas. Úgy. Ez. Ezek a haverja. Az. Milyen színű? Jó. Most jön a első alsó maszk. A két lámpa előtti maszk.
Igen, itt látom, hogy van falc is rajta, de az egységet alkot. És külön színe van a lámpáknak a belső gyűrűinek. Na? Úgy? Magákat a lámpákat kell lefesteni. Egy, és akkor gondolom a követ más oldal már olyan lett? Nem. Az is. Négy. Nagyon csöcse. Hát igazi vadállat lesz ez az autóiny. Jön a teteje, ahol ki kell alakítanunk a csíkot, méghozzá matricával. Akkor jön a matrica tubló. Use decals to provide nice touch of color details authentic Sears model. Oké. Okay. Azaz most jönnek a csík. Oda. Igen, mivel forgatom. Erre vártunk át. Oké. Okay. Igen, WS el jobbra-balra, A-val, D-vel erre, Q-val elvel zoom. Jobb gomb, a kocsit forgatom. Görgővel zoomolok. Görgőt lenyomva picit helyezem, de az ugyanez. Bal gomba, meg úgy rárakta így. Légy hülye. Így kéne. Előbb lefestünk. Zárt a dinamikán. Jó, húzzunk vissza a festési konokra. Ez kell nekem. Úgy. Matricázás. Én nem tudom basszus forgatni ezt a vackot. Én ide viszem az egeret, azt mondja D plus scroll. Fok. Így. Így nem. Így sem forgatja, szóval hülyeség, amit ott ír, hogy Z, vagy másik Z, avval se... Na. Ebből az évvel már csinálja. Akkor Y basszus. Valamit ennyire nem tudnak megjegyezni a rendszerbe, hogy figyeljék a... Úgy. Hát itt kérem szépen már jobb. Bármekkora Mad Max is vagyunk. Így pedig... Igen. Próbálom úgy forgatni, hogy látható legyen, amit akarunk piszkálni. Akkor Z-t nyomva tartva, ami egyébként Y. De magát a modellt, azt mivel
mozgatom el. Igen. Shiftet nyomva tartva, a gombokat nyomkodva itt forog. Kontrollal. Igen. Így meg arra tudom húzni. Még ha lassan is. Akkor mondjuk abba a területbe zoomolunk bele, ami kell nekünk, hogy lássuk, mit akarunk csinálni, ha már az igényességre adunk, és szuper egyszerű, ezt a vonalat, ami egyenes, itt, ezt követve tudjuk ezt felrakni, úgyhogy nagyjából jól van. Kb. Így. Folytatódik itt is. Kábírtal az egérmutatónak a pöttye van, most az van egy feledő vonal. Nem pont pixel pontosan, de kb. Na és akkor meg is van a matrinyázásunk. Termit mondjak. Tódával elmegy. Szerintem. Lejjebb húztuk. Következő. Oldal elempénytelés matrinyával. Shift. Másik oldal. Belezoom. És kihúzzuk a grafikából oda. Jön ez. Y nyomva tartva elforgatjuk, de egyébként szerintem ide bele kattintok és írok ott. Akkor az úgy jó lesz. És a Hunky Donk logónk az ennek kicsit túllog a hátulján. Kb. Így. Csodás lett. Talán egy kicsit följebb mehetett volna. Nem csak azt, hanem ő követte az ívet, a vonalat. Meg egyenesen raktam. Jön meg relatív. Valahogy így. Ja, hát ilyenkor tudjuk azt mondani, hogy festés. Vagy itt megszűnik létezni. Másba nem fogjuk bele. Visszaragasztó. Shift S. Nem. A. Görgőt lenyomva arra pozigáljunk. Látjuk, mit akarunk. Pillan, kicsit döntünk rajta, így. Kb. Fut a világgal, és önök az egész fönt van, majdnem kanyarba. Ahogy. És mivel ez nem underground, itt a túloldali eljátszás, ugyanezzel, ott már a K van ott. Ja, ugye simán nyit AD-vel, S-sel tudom mozgatni ilyenkor. Oké, okay. Akkor Shift D és D. Itt pedig ugyebár ez fordítva. K van ott valahol. Úgy. Bár nekem, mint hogyha ez nagyobb lenne. A szövegméret ugyanakkora marad.
ott, mint hogyha hátrább lenne, mint ha megnézitek. Ebben nem lehet belezumolni, szóval ez ennyi. A fejre állunk is, de lehet, hogy csak optikai illúzió, hogy egy nagyon kicsit van neki hátrább. Na most az alvázat a tetejével rakjuk össze, azt mondja, hogy jön az alváz. Itt fogostunk mindenestül, és rájött az egész. Következő lépcső, rárakni a két oldalát, közben jelzett a YouTube. A havi összefoglaló. Nice. Írta, hogy senki nem kíváncsi a munkámra. Na. Olyan a D25-ös elem. Itt látjuk a nevét mindegyik alatta. A D25 az ez. Rávisszuk az egeret is, látjuk. Igen, nem két kattintottást akartam, hanem elforgatni így. Ez a része jön ide. Úgy. Ezáltal védve a kipufogót, majd a 26-os elem jön ide. Ez vajon milyen színű lesz? A cél szürke? Jön a motor, kérlek szépen. Itt nem akarjuk keresgélni, hogy mi, amit keresünk, akkor az adott tárgyra itt rákattintunk kétszer, és már meg is van. Majd legfelül, az utoljára használt van mindig fölül. Egy két kattal visszakérjük a kocsit, és oda bekerül a helyére az, amit leraktunk, motor. Így ezt utána ide bele is hajíthatjuk. Következő lépés, festés. Mikor a motor és a kipufogó cső változik. Egy szín. Belezumolunk, hogy lássuk is, mit csinálunk. Kettő szín. Akkor Shift D-vel átforgatjuk a túloldalra. Három szín. Minden ez az acél szürke szín lett. Jó pofa ez a csövezés itt egyébként, nekem tetszik. Hogy ennek az ajtó, ami kétfajta színű. Itt meg kéne keresnünk az ajtót, de két kattintással inkább kihozom ide. Shift D-vel, A-val átforgatom, hogy jó oldalt nézzünk. Itt kijelölve, itt magát ezt a részt kell lefújni ilyen színre. A kilincsek és a tükrök, ez a kilincs és a tükör még csak egyedül van, belé zoomolhatunk, az ilyen. Ezzel meg is vagyunk. Én az ajtó belső, úgyhogy Shift D-vel átforgatom. Tükörlap is változó színű. Úgy. És a betét is. De ácsi. A másik oldala kell. Igen, mert ez a külső, még úgyhogy itt ez a plate változik, hogy ő most védi a sofőrt. Most jön a belseje. Vagy nem? T10-el. Nem, ez egy másik elem, kérlek szépen. Egy szín. Kettő. Jön a tükörlapnak a színe. Az ott. Így. Majd rakjuk fel a két ajtót, úgyhogy váltsuk ezt a manuál túra és a kézi módra. Rakjuk a autócskát, változtatunk egy irányt, a jobb oldali ajtót,
Ja, 10-es éven fut. Behajítjuk. És átfordítjuk a túloldalra és a B9-es éven futót. Egyébként B9, D31, D34, az három idom van egymásban. Ilyen oda. Következő lépés a rácsok felhelyezése. Bár jobb előre ő egy kattintással kijelöli, hogy az micsoda. Mehet is a helyére. De ilyen hülyén kattintunk, mint most, akkor simán nem oszt az eredményt kapjuk, amit akarunk. Szóval, de... Oda. De... A, D... Átrám... Oda... Átra nem... Alulra, igen. De oda. Rácsocska. Nem jó a hely. Így már jó lesz. Oké. És jöhet a teteje. Szép nagy. Jaj, ezek is megvannak, ilyen a festésük, gondolom, pontosan. Mindent erre a jó képességű színre. Szépen kijelöljük. Egy. Nem föntről is lehet festegetni. Itt zoom. Kettő. Invertálban megy ilyenkor a WSHD. A fölre lemegy a lerre föl. Balrával jobbra, jobbrával balra. Jó, festés kész, kizumolunk. Igazi csoda virág lesz. Jön a nitró tartály. Meg kell egy kép. Így. Kell egy nitró matrica. Igen, azt keresgélem, van olyan fordulása, ami nekem jó-e. Hát ez akar a front lenni, úgyhogy valahova idejön. Így egyenes, így a nulla. N2O, vagy nitrogén oxid, alias nitró. Hogy jöhet a következő rész. Én a pótkerék, azt a terméket kérjük be magunknak, ide zoom. Na és akkor az első szín a gumi, platty. Második szín annak a betétje a lapát. Fejjel. Az is szürke. A lapát feje is szürke. Majd jön a lapát nyele, ami barnás. Jön a bőrszí. Bele van az egész fogatva. Ez is megy majd fel a platóra, gondolom. Jön a Mad Max feeling. A taráló. Pillanat, csak iszok. Na. Szóval kell nekünk egy ilyen szín, ami a sok kis rücsinek a színe lesz. Alias a szegek. Jó, kell a tankok testje. Két gázpalack egyébként üresen, gondolom. Két targonca gázpalack. És jön a fémkeret. Az is megvan.
mindenki happy. Bár ha nem festő túlon vagyunk, hanem így, akkor nem váltogatja a színét folyamatosan éppen, amihez hozzáérne a festék dizájnja, mutatva, hogy az mi akar lenni. Jó, akkor helyezzük be ezeket. Pótkerék tetőre. A nitró tartályra hátra. A daráló ide hátra. És ezzel a lendülettel készen is vagyunk a modellel, minden igaz. Bár ezt kézzel elkészíteni egy kicsit több idő lett volna. Ez egy bő fél óra volt. Igen, és ahol össze is állt a modellke. Különböző irányból lehet nézegetni, hogy milyen lett. Hát most erre mit mondjak? Az enyém szebb. Vagy nem. Elviekben minden meg van színezve. Alja, ennek is olyan színű. Nincs az aljáról. Képkutyát nem érdekli, milyen az alja. De valószínűsítem, hogy egy színű az alja. Ez. De itt. Bár jön az a szín, köszön vissza ott is. Csak itt fénylik, itt meg matt. Úgyhogy szerintem az úgy csecse. Hogyha most rájönnem azt, hogy Likanon made it, akkor valószínűleg kirúgnának ebből a klubból, amiben még bele se léptünk, úgyhogy fogadjuk el, hogy elviekben nem bafarintot kell. Látsz itt, meg is készült róla a csodás fotó, 5 csillag lett. Az összeszerelés amazing, a base painting amazing, a kézifestés az csak jó, és a special amazing. Az egyediségek adottak, valószínűleg ez a csíkom itt nem feltétlen a legélesebb kés a fiókba. De hát, miért is? Na most már tudunk fotózkodni. Csak valahogy így. Nagyon csecse. Oké, és nyissuk meg a ámítógépet. Azt a modellt is ki tudjuk odarakni, vagy ezt vissza is küldtük, hogy gyerekek, ennyit sikerült belőle kihozni, dobjátok a kukába, mert elrontottuk. Na, itt van, kérlek szépen. Kicsit idő volt, még rájött, hogy betöltse ott a textúrákat, de hát csecse. Ija. Gyűjtsük be a érdemi dolgokat a bothóba. Oké. Elsők lettünk, 50 dodó, jaj, de csöcsék vagyunk. Oké, thank you for taking part in the competition, 83,3%-osak lettünk, Amanda 60, James 50, Emily 40 pontos, we hope you've had a lot of fun and that you will continue your model building journey. Reméljük, hogy sok örömünk lesz együtt és folytatod a modellépítő kaland, hát utadat, történetet, kalandodat. Elsők lettünk, baffa meg. Mennyire kell elcseszni ahhoz, hogy ennyire kevés pontot kaptam, és mennyire csesztem el, hogy ilyen kevés pontot kaptam? Na mindegy. Valószínűleg ösztönzés terén benne van az, hogy most hú de jók vagyunk, és hogy nincs jelenleg semmink, e-mailben kapjuk majd az első munkát. Oké. Okay. Tehát egy 4 óra 9. A valós pontos időt mutatja Bástyán. 4 óra 10. Ugye most november 2 van itt, és valós időben 4 óra 10. Jó, első cumó. Még use the dry brushing technika. Aha. I need a model of a R30 tank, it's original 1940 military colors. Szükségem van egy modellre, egy R35-ös tankra, az eredeti 1940-es katonai színekkel. I will pay
for quick completion of the task and accurate. Én fogok fizetni gyorsan, vagyis a gyors munkáért, eredménye, the person to whom it will be delivered is a history geek, de az neki egy történelmi kiállítással kapcsolatban kellett a cumuc. To emphasize the painting must accurate, some parts of model I prepared myself, néhány dolgot alkatrésztem a modellen magam készítettem elő, törődve a idővel és a bonyolultsággal. Vagyis, hogy gyorsabban haladjon a munka, vagy ő nem törődött az időjével és a fáradtságával amiatt, hogy megcsinálja. És emlékezz, it is supposed to be realistic, so you can make it a little dirty. Hogy a valósághűségre adjunk, egy kicsit koszosnak kell lennie. If I'm not mistaken, nem tévedek, a models are so empty inside, right? Modell belülről üres. Azaz csak a külsőségek vannak neki, meg azaz nincsen a belsőek kidolgozva. És valami... Hát elvárja, hogy gyorsan meglegyünk vele, illetve üdvözöl a 37-es. 20 és 100 dollár között fizet, 50 dollár legalább, hogyha jól megvan. Azaz ez az alap, plusz még amúgy azon felül, 100 XP. Jó, hát nézzük meg, hogy mit kínál. Open the shop up. Meg is jelent a shop up itt nekünk, csak hogy jó legyen. És akkor most ki kell választanunk a tool selection-t. És a dry brush tool-t, azaz a kézi ecset, száraz ecset. 15 dollárért vegyünk egyet, 550 pénzünk van. El is költöttünk 15-öt. Választok ki a pénteket, és választok az AK 11-11-3-as csokoládé festék szint. Jó lesz, ha fogyni fog a festékünk. És ennyit is költöttünk itt. A többi menüpont az nem elérhető in moment. Oké, lásd tutoriál, kisüljük addig a laptopot, hogy ne féljen szét az alaplapja. Na, nincs mit átvenni, minden azonnal a rendelkezésünkre áll. Jó pofa az a vigyorgi smiley ott. Tetszik, hogy ilyen igénytelenül hibás a pince. Jó. Na nézzük. This is a tank. Level 1-es, 3 részből áll, ne szórakozz velem. De mi lesz az árulás, a festés? Oké. Okay. Nyisd meg a következő unfinished. Na. Vajon mit tudom meg? Igen. Első rész, rakjuk össze. Fogjam meg ezt. Még már amúgy le van festve. Oké. Okay. Fejezd be a modell összekészítését. Használd a kézi ecsetet a Edge and Crevice, azaz az éleknél. Azaz ilyen kis finom festések fognak rá kelleni valószínűleg. Oké. Okay. Nyar rá a lövegtorony. Hát ez kész a modell. Festés. Dry brush. Majd áthúzta. És itt három darab lemeznek a színe kézi ecsetelésű. Csak hát... Ahhoz először is nekünk a hátulja fog kelleni. Igen.
ez lesz olyan színű, ez, és ez. Az kell nekem egy Q, hogy dupla V-vel előre tolni, és belezoomolni. A Shift görgővel lesz lejjebb húzni. Igen, és ott az egész lemez olyan. Itt is csak az edge-eket festi le, nem az egészet. Szóval már változik egy kicsit a technika, mert itt a mélységélességeket hozza ki, az az éleket festi le. Nem a mód, kézzel fested, de painted. Úgy. Igen. Jön oda. Ennek is. Jön ez a rész. Panírozás. Lélek. Lélek. Nagyon csöcse lesz. Szépen lassan. Igen, kijelöltve, hogy adott egy tomó. Igen, akkor shift. Mert kis hangszórót zoomolj ki, shift föl, control állítgat, igen, mint sok-sok részlet. A télek. És másik irány. Igen, apró halk eszedést hallani csak, hogy festegetünk. Igen, megadja a játékbáját egyébként ez, hogy amiket ilyenkor kell csinálni, szóval... Igen, és ha tudjuk, hogy ezt kell megcsinálni egyébként, akkor simán előre nem rakom rá a tornyot, mert
csak szivatjuk magunkat. Tessék, így nem mondhatod azt, hogy nem koszos. Főleg, hogy ebbe is belefest. Még egy kicsit. Igen, ezek is jobban láthatóak legyenek. Tehát amúgy 100%-nak mondja, szóval mehetünk is tovább a következőre. Jönnek a matrinyák. Oldalára, shift click, jön egy háromszög, kb, oda, irányad mennyire visz? Irányad nagyon visszint, mihez lehet futtatni? Leila nem állsz fel ide a gépre, köszönöm. Mostanában akaratos, és mászik fel az asztalral, nem foglalkozva, hogy ott a laptop, fogja magát, felugrik. Ő itt van, kész. Témi fejezet. Ami jó. Bárhogy ezt nem lehet jobban belezumolni, de... Valahogy így tudnának elképzelni, mert minden igaz. Ezzel a vonallal futsz együtt. Így. Jön az elejére a csomó. Még hozzá ide. Kettő kis ágyúrész, vagy bármilyen tartó közé. De. Szigorúan barna alá. Az valahogy így. És akkor jön az eleje, ebből csak egy van. Még megint csak egy ilyen kompedli. Még hozzá az a barába. Jön, úgyhogy valahova oda. Na hát ezzel is megvagyunk. Jön a hátuljára a logó. Egész konkrétan semmi extra középre jön irány a felső elébe. Ahova oda. Lyuk ütötte nyom a célkereszt kellős közepén. Megvagyunk? Úgy látom, megvagyunk. Igen. Azt nem mond. Hogy ezeket is be kell drájolni. Ebben nem kérte, ő azt mondta, reálisnak akarja, és ezek biztos, hogy koszolódnak a valóságba. Hát egy kicsit összefestjük, max kevesebbet fizet, mert nem akarta ezt érte. Hogy azon hisztizik, hogy túlkoszos lett. Láncot be tudjuk festeni, nem? Igen. Ugyanezt a túloldalán is el lehet játszani. Sokat nem adunk neki, csak ilyen keveset. Tudom. Arrább jövünk. Egy
kicsit koptatva a széleit, hogy jelezve, hogy már pedig igen, ezek használatban vannak. Egységesen. Kérdés, hogy a játék ezt hogy fogja figyelni, hogy valóságkülségre adtunk. Ezen a rész is be van festve, mert az, hogy a lánctalpat nem lehet összekoszolni. Adott. Jó, hát meg vagyok vele elégedve. Ha alaposan megnézzük a képeket, akkor itt zsírúj minden. Még a hátsó kémet is be lehetne festeni. Igen. Kapott akkor egy kicsit. Ez is kap egy kicsit, hogy ez használva van, ez által koszos. Ütközők is. Csokoládi színnel ott festünk rá. Parancsol. Akkor van nektek ilyen ajtót. Mi? Jó, hogy csak a deket festi körbe, amilyen edge, meg corner, nem pedig az egészet. Látszik, hogy hova nem húz festéket. Igen, nem tudom, hogy a fülül is most festette normálisan. Kicsit. Ezen is nyomat hagyhatunk egy kicsit. Igen. Ezen az éleken is átuljon ugyebár a móki. Bár hát kicsit túlzásba esünk, minden is kap ilyen nyomot, hogy használva van. Ír új rajta minden. Koszos lett. A festés nagy részén nem is látszik, itt látszódjon egy kicsit, hogy igen, ez itt koszos. Szerintem az egészen akkor most már. Ha lehet. Mondhatja, hogy zsírúj gépet kap. Gyorsan is akarta, és a részletekre is adjunk, mint szóval. Elől is szintén zenész. Hogy ére bármit ez, amit csinálunk. Lehet, hogy újjongani fog örömébe, hogy hú de jó, lehet, hogy elküld a sunyiba, hogy mi ez a rondaság. Hát majd kiderül. Igen, teteje. Szerintem finish. 15 dolláros munkát végeztünk legalább. Oké, Daci, tankocska. Remélem a... minden amazing lett. Oké. Kérem szépen, ez nem 5 csillagos lett, hanem 20. Jó lett. Tetszik neki. Oké. Okay. Szentett is a játék, ezt amúgy ki tudjuk itt állítani, függetlenül, hogy bástyátnak a dolga. Nem, nincs mit betöltsön, nincs saját cucc benne. Viszont akkor ezt a repcsit meg szerintem innen ki tudjuk venni, és le tudjuk festeni kedvünkre. Nézzük meg, milyen következő e-mailünk lett. Oké. Okay. 100 dollár, 100 XP. Kérdés nélkül maximumot ad. Nagyon jó lett. Meeting Joy. Hello, üdv. I worked with your grandfather for years. I worked. Én dolgoztam a nagyapáddal
évekkel ezelőtt. I used to be his assistant and student. Használtam az ő asszisztálását és tanítását, vagy diákként és asszisztensként voltam jelen nála, and working with him ignited my passion for this profession. És ugyebár ő gyújtotta meg a érdeklődésemet ezzel kapcsolatban, az lángot bennem ezzel a munkájával kapcsolatban. The news of his passing left me with impotence in my heart, if no. Hírek, hogy ő már nincs, érzelmeket hagyott a szívembe. You know, tudod, it was kind of karate kid szituáció, tudod, ez egy karate kölyök szituáció, nyilván a gyerek a mesterével. But with less material arts and more making cool props and models. Kevesebb a Martias art, azaz kevesebb hát rimánkodás talán mondjuk úgy, és több király modell és eredményre. Your grandfather left me a piece of his work with instructions to give it you with the time was right. A nagyapád hagyott rám egy darabot az ő munkájából, utasításaival számodra, utasításokat adott számomra neked, rólad. I'm not sure what he meant by that. Nem tud, vagyok teljesen biztos benne, hogy hogy érti ezt, mondja a levélbe. But since you are certain in his workshop, that led pontosabban, de jövőben te viszed az ő boltját tovább. I guess now good the time ever. Jó idő lesz. If you will see six angry archaeologists, you will probably like the model. Ha te látod a hat mérges archeológust, próbálj meg, mint egy modellt. Oké. Okay. Nice to meet you. Örülök a találkozásnak, vagy do you know why he didn't just leave the model in the workshop, vagy tudod, hogy miért nem hagyott semmilyen modellt a munkahelyén? I have no idea why he did just leave it for you in the workshop, miért csak a helyet hagyta rád, az nem volt semmi, but he always a little quirky, that's a compliment, egy kicsit szelebordi volt. Built a five notable dragon parts in the career. Ő fölépített néhány jegyzetet a sárkány útjáról a karrierjében. But think that's the first one is ever made. Mondom, csak ez az első készült el. Oh, and his note attached, csatolva ugyebár az a jegyzet. You said that unique notes to almost every model is sold off grave away. Ugyebár használta ezt a különleges jegyzetet az összes modellhez, amit ő eladott vagy készített. Az képzeljük úgy szerintem, mint egy aláírást. Oriental Dragon-t kell megnyitni. Ivy already read it. I hope you don't mind. Én már elolvastam, remélem nem bánod. But I'm not going to spoil it off for you. De nem lövöm le a point neked, ha úgy mondjuk, vagy nem. Ellen, I'm curious about your reaction. Kíváncsian várom a reakciódat, so I reached out again soon. Hamarosan újra találkozunk. Have a fun with assembly and painting. Sok sikerszert vagy jó szórakozást a összeszereléshez, az építéshez és a festéshez. Joy. Oké. Okay. Oké. Okay. Mice. Oké. Okay. Meg kellene nyitnunk a dragon. Bár itt van egy repülő. Innen oda látunk a workbench-re, még itt a komputer van, mint különböző képek vannak, a szellőzőrendszer megy.
To-do list olvashatatlan. Van lámpa. Búró kerék. Régi képek, Amerikában játszódik, gondolom. Oké, okay. Ez itt egy nem Tommy. Az jó pofa. Örök mozgó. Na és story projekt jön. Tehát itt sárkány. Ashen Damprop Confidence. Ugyebár be van csomagolva mindenféle China Postos cumó, ajándékként küldve miért is nem mindig annak küldik. Súly nincs megadva, meg az érték mély meglepő. 4-es szintű cucc. 14 részből áll, 1:1 méret arányban. Belsően Satyra represent a Dragon Warp Adaron the Gian Stone. Az ősi szobor reprezentálja egy sárkányt, körbeöleli a hatalmas követ. Legend say that with the real dragon is born prisoner in this from to the prevent him from destroy the world. A legenda azt mondja, hogy ez egy valódi sárkány iklette ezt a formát, és hogy ő elpusztítja a világot, az a világok pusztítója meg társai. Na mondom, vagyok, nyissuk ki a dobozt. Nézzük meg, mit akar. Nagyon csöcse. Így fog kinézni. És amondó vagyok, hogy akkor innen fogjuk folytatni legközelebb, és itt kaptunk is egy instrukciót egyből. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy milyen lesz. Igen, itt hagyjuk a current projektet. Vissza is pakolt mindent. Temice. Hogy jó ideje vagyunk, úgyhogy Salve Game, Enter Salve Game, Dragon Quest 1, Salve, látványos, hogy ott mentünk, az autószív is oda mentett egyébként, úgyhogy ugyebár mint látható, itt minden megvan, az összes DLC-t megkaptuk anno, szóval az is megvan, ami nincs, vagy The Complete Edition. Úgyhogy azt sajnálom, hogy a magyarítás nem mér rajta, ettől függetlenül jó pofa játéknak tűnik és nagyon chilles. Hasonló, mint az autószerelős, vagy mint a házépítős, vagy mint egyéb. Úgyhogy szerencsére ez egy modellépítő játék, nem pedig egy modellszimulátor. Ettől függetlenül modellépítő szimulátorként is hivatkozhatnánk rá. Lesznek belőle részek, úgy időnként egy-egy járgányt meg fogunk csinálni, vagy éppen modellt úgymond, mert nem feltétlen autókat fogunk csak csinálni benne, hogy látjuk, mert csináltunk már repülőt, tankot, autót, meg most egy sárkány lesz majd. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!